Régóta szerettem volna már. Igen, igen. Kedvenc sportágomat bemutatni kollégáimnak is, úgyhogy most Emília kedvéért beírtunk. Itt tájfutó verseny szervezőt, rendezőt, mert olyan tájékozási futásról beszélgetünk az augusztusi Senior VB magyarországi szervezőivel, Lengyel Ádám és Morandini Viktor a vendégeink. Szervusztok! Jó reggelt! Na, mire kell készülnünk? Két fiatal ember rendez idős emberek számára Senior VB-t, ha jól értem, ha bár ez egy kicsit megtévesztő, ugye, mert már 35 fölött már seniornak számítanak a sportársak. Így van. Hány emberre számítotok, milyen körülmények között, hol lesz a verseny, és egy picit, egy nagyon rövid kis bemutatót magáról a sportágról, ha tartanátok. Jó, 1000-2000 közötti nevezőre számítunk, augusztus közepén lesz a verseny, a világbajnokság, úgyhogy a világ minden tájáról, nyilván itt a pandémia nálunk is közbeszól, hogy alapvetően ez egy európai dominanciájú sportág, tehát egyébként is túlnyomó részt európaiak lennének, de így meg aztán főleg. Normális években ez egy 3-4 ezer fős verseny. Most 2000-et, ha elérjük, akkor már örülni fogunk. Egyébként járvány szempontból egy biztonságos verseny, mert nem egyszerre tömegben indulnak a versenyzők, hanem percenként, tehát tulajdonképpen egyenként, tehát nincsen közvetlen fertőzés veszély. Reméljük nyár végére, amúgy is lecseng ez az egész tör. Így van, ez szerintem a legcovid-kompatibilisebb sportág a világon, hogy az erdőben egy több négyzetkilométeres területen elszórva vannak a versenyzők, és nem egyszerre indulnak, hanem percenként. Meg ugye... a pontok is, mutasd meg, hogy igen, igen, mutatom is, hogy maga a tájfutás, kapnak az emberek egy ilyen térképet, és ahol a háromszög van itt most épp a térkép közepén, onnan indulnak, és sorba a kis karikákon lévő pontokat kell megfogni, de hogy a két karika között hogy mennek, az teljesen rájuk van bízva. És a megfogni, az mit jelent, és milyen eszközöket használhatnak? Van egy csipünk, ami osztott mintát is belőle, igen. Egy kis jeladó, igen. Vagy egy ilyen elektromos csip. Ott a tájoló is, igen. Igen, tájolóval futnak a versenyzők, illetve egy kis csippel, és ezzel tudják megmutatni, igazolni, hogy ott voltak a pontokon. Ezt hát, hogy odaír a pontra, van egy érzékelő, hogy be kell dugni ezt a kis csippet, és akkor az rögzíti. Nagyon pontos, egyébként precízen, tényleg ez nagyon jó utólag is, hogy elemezni, ugye, Ádám? Tehát a versenyzők is tudják. Igen, hát a verseny végén leszoktunk ülni, megbeszélni, ki merre ment az átmenetekbe, megnézni, hogy ki volt ott a jobb, és akkor el lehet dönteni, hogy melyik volt a jó útvonal. Mert... És az igaz, javítsatok ki, ha nem, de hogy azt olvastam, hogy az ember azt gondolná, hogy hát a szenioroknak ez ilyen, hát hogy mondjam, jutalomjáték, és olyan szempontból tényleg, hogy lehet, hogy fizikailag egy picit könnyebb a pálya, de ők sokkal ügyesebben rakják össze, mert hogy akkora a rutinjuk, hát a rutin, sokkal meg az jobban élek. Tudnak rájönni. Azt gondolom, hogy igen. Tehát azért 35 fölött már, ki tudja, van, aki már több mint 20 éve tájfut, ez a rutin meg nagyon számít, hányféle terepen járt az ember a világ minden pontján, tehát ez abszolút benne van a dologban, és hát vannak egész idős versenyzőink is, tehát idén is várunk több mint 90 éves versenyzőket, akik hát nyilván már külön kategória, mert rájuk azért vigyáznunk kell, de ez egy nagyon jó dolog, hogy ilyen idősen is lehet tűzni ezt a sportágat, és van, aki csinálja is. Hát óriási dolog, igen. Tehát 5 éves kategóriák, 35-től fölfel, 40, 45, 50, 55, és különböző távok nyilván idősebbeknek rövidebb, fiataloknak hosszabb távok, és komoly fizikai megméretés. De én mindig kicsit a sakkhoz is hasonlítottam, ugye a polgárcsaládnak volt egy ilyen kezdeményezés, hogy legyen kötelező az iskolákban a sakk. Hát én a tájfutás legalább ilyen fontosnak tartom, mint hogy szegény közelmúltban elmúlt Monspartsarolta is. Hol lesz ez, mind múlik? A rendezvény maga? Aha, meg hogy mitől jó egy tájfutó terep? Ja. Hát minél változatosabb a terep, tehát hogy mind domborzatilag, mind növényzetileg, hogy lehetőleg azért nehéz legyen tájékozódni, tehát hogy valamennyi bozót legyen, de azért ne annyira, hogy visszapattan róla az ember, meg hogy a tüskéket húzza utána két napig magából, valahol az arany középutat kell megtenni, ne legyen túl egyszerű, mert akkor meg csak egyenesen megy az ember, és 100 méterről vagy 500 méterről látja a pontot. A sajátos tereptárgyak segítséget tájékozódó, nem egy szikla, egy másfajta növényzet, egy hegyoldal. Igen. Ezek mind-mind segítségek. Lesznek sprintversenyeink is, Budaörsön, illetve Székesfehérváron. Ott azért teljesen más típusú tájékozódást igényel a tájfutás, de ott meg jobban szem előtt van a sportág, látják majd a helyiek is, meg a turisták is, hogy na mi ez, hát tájfutás. Ja, mert hogy ez egy közelmúltban, hát jó néhány éve már új kezdeményezés, hogy közelebb viszik a városhoz, a városi lakókhoz, aki nem mennek ki az erdőbe, bent a parkokban, és űzheti is akár ezt a sportot. Még erről egy mondatot tényleg, hogy ugye jól tudom, hogy ez az amatőrök számára, bárki kezdő számára is egyrészt elérhető a verseny maga, meg ezek a parktájfutó térképek, tehát akár itt a Kőbányai Jóhegyi Parkban, vagy a Gesztenyés Parkban, a városon belül is lehet ezt a sportágat gyakorolni, ugye? Ez teljesen így van, tehát vannak állandó pontos pályák is a tájfutásba, illetve hát a kluboknak van egy csomó térképe, akinek kedve számad, az megtalálja a legközelebbi tájfutókat. Mondjatok interneten elérhetőséget, egyrészt a tájfutással kapcsolatban infókat, másrészt a VB-vel kapcsolatban infókat hol lehet szerezni?
a VB-nek a honlapja az a rövidítése wmoc.hu, vagy wmoc2021.hu, ott találják meg a világbajnoksággal kapcsolatos infókat, a tájfutásról meg a tájfutás.hu-n tudnak tájékozódni. Egyértelmű. Nagyon köszönjük, és sok sikert a VB-re. Én ígérem, hogy ott leszek, és meg pár kollégámat is megpróbálom rábeszélni. Hát akár, de még az is hogy rajtod is állok. Majd meglátjuk, milyen fizikai állapotban leszek akkor. Várunk szeretettel. Hát hajrá, köszönjük, hajrá. Hogy itt voltatok. Önöknek is köszönjük, hogy velünk tartottak, önöknek és holnap reggel is tegyék ezt. Holnaptól már Holló Máté jön majd melléd. Szép napot. Napot mindenkinek.